Megtartották az évadnyitó társulati ülést a Komáromi Jókai Színházban. A 69. évadját élő teátrum vezetése sajtótájékoztatón ismertette az új évad bemutatóit, bérleteit és újdonságait. Misztériumtól biztatást is kaptunk, hogy nagy sikere volt a tavalyi munkának, hogy folytassuk. A Komáromi Jókai Színház minden idei bérlete a korábbi évekhez képest egyel több előadást tartalmaz. Az év a szlogenje, választ a hazait. A remény az minden előadásunkban ott van. Mi is reménykedünk, hogy végre el tudunk kezdeni játszani, mert a költségvetésünk az ott tart, hogy ahogy is számolgattam, decemberig nem lehet gond, még akkor sem, hogyha nem játszunk, tehát darabokat elő tudunk állítani de ha decembertől nem tudunk elkezdeni játszani, akkor bizony gazdasági nehézségek elé állítja majd ezt az intézményt. A Komáromi Színház 7 nagy színpadi produkciót és négy stúdió előadást tervez bemutatni az új évadban. Mindegyik előadás a maga módján reagál, vagy választ ad, vagy kérdést tesz fel a jelenlegi helyzetre. Tehát kezdve attól, hogy egy világvégi helyzetbe, vagy szinte háborús helyzetbe kerültünk, a kisebbségi helyzetünk definiálásával, egy átértelmezésével, illetve a múltbéli dolgok, traumák feldolgozásával. A színház bérletkínálatában két új termék is szerepel idén. Szemmelvesz bérletet az egészségügyi dolgozók válthatnak, a mixált bérletet pedig a régió távolabbi közösségei számára szánták.